Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Hódmezővásárhely nagy állomásról. És most már valóban elindult a tramtrén, itt van bent. És látjátok, most már ez az elkerített rész nyitva van. És pont benne is áll a 7-es számú vasvilla, ahogy látom. Hát valamikor mostanában fog indulni, de mindjárt megnézem pontosan, hogy mikor. És hát megyek vele egy kört most már. Ide, lassan egy hónappal azután, hogy átadták. Most már remélhetőleg azért kevesebben lesznek, plusz akkor végre belsősítek is lesznek. Úgyhogy hajrá, látjátok, hát itt van a két vágányos végállomása. T1-es meg a T2-es pedon. Igen, egyébként ezt így furcsálottam is először, hogy Orosháza fele nem kötötték be, pedig hát itt nem lett volna nagy dolog. Még itt is beköti a vonalba, és későbbiekben az jól jött volna. Akár a bővítésnél. És már ugye Orosháza fele is későbbiekben akár bővíthető lenne. És itt van, látjátok, felengedett sáppal, itt van a 7-es vasvilla. Hát nem tudom, be lehet-e már ezt. Ja, hát igen, és a sokat azért vitatozzált, tehát hát igen, most még kötelező, hát és milyen vasúti jármű azért itt is kell. De remélhetőleg jövőre ezzel a búrszabály már meg fog változni. Jegy ki az automata. Örökségünk a lendület, hogy ezt már mutattam, kívülről már mutattam nektek a vasvillát. Mindjárt megnézzük belülről is. Hoppá. Ja, 10-29 érkezik, hát. Ja, de az a másikra vonatkozik, az amely Szeged felől fog jönni. Tehát akkor az valószínűleg csak utána fog kimenni. Hát azért nagyon jó, de mikor fog indulni, azt miért nem írják? Ja, hát itt van, igen, érkezik 10-29-kor, vagy lehet, hogy akkor is indulna? És hát érdekes, mert... Akkor én azt mondanám, hogy Szeged felől a másik akkor jön, és szerintem valamikor utána fog ez kimenni. Hát mindegy, és akkor mindjárt felszállok rá, és akkor megnézem belülről is. És szerencsénk van, mert tök üres az egész szerelvény. Hát az ülések azok, mint a flörtön akár. Kint a szövetbe úgy is néznek ki, aztán majd kipróbálom majd utazás közben, hogy kény emberbe is ugyanazt adják-e. Egy tájékoztatás a pótdíjakról. De ugye ennek most nincsen jelentősége, mert áprilisig ingyenes. Itt annak tájékoztató kijelzők, hát nyilván gondolom, hogy indulás előtt fogják bekapcsolni. Amit esetleg észrevehetetek, már így rögtön, hogy nincs benne WC. Hát lehetett volna egyébként beépíteni, csak ezt a MÁV így rendelte meg, hogy ne legyen. És végül is akár logikus is lehet, mert igazából annyi, azt a rövid távot, amit megteszi, ott igazából ki lehet bírni nélküle. Hát látjátok, akkor belső utastér. És igen, jegykezelő is van rajta. Nyilván ez a szegedi szakaszra vonatkozik. Hát jelenleg nem üzemelnek még, mert ugye nincs rá szükség. Csak hogy a Szegeden normál villamosként is működik. Hát ott vonaljeggyel igénybe lehet venni. Aha, és tudjátok, van konnektor, meg USB csatlakozó. Ez ami már manapság úgymond, hogy elvárt dolog. És ülésenként van, tehát azért ezt így pozitívumnak fel lehet írni. Több célú tér, bicikliknek, babakocsiknak. A vezetőfülkébe is belesek, de hát azt így amennyire így a ablakon keresztül látszik. De adol viszont, mint Trainspot Hangövi csinált egy nagyon jó videót, ugye engedélye a vezetőfülkében tudok utazni. És ott látjátok az üzemelő jelzőt is. Vezes viszont, és az irányt is mutatja a váltóállásra. Hát innen már nincs más hátra, mint megvárni, ameddig elindul. Egyelőre még a vezető nincs benne, úgyhogy addig nem fog indulni. Úgyhogy várunk.
és majd 29-kor majd, hogyha jön be egy másik, akkor azt fel fogom venni. Nézzétek, ezt addig észre se vettem, hogy itt van egy 24 voltos csatlakozó is. Hát, elektromos biciklinek, vagy elektromos tolókocsinak, jó. Ilyen csatlakozót sem nagyon láttam még, de valószínűleg okkal tették ide. És hát igen, ez megint még pozitívum, hogy erre is gondoltak. Igen, én még vonaton nem láttam. De itt akkor a villanymotoros biciklit is lehet tölteni ennek szerint, és gyorsabban, mint 220-ból vagy USB-ből. Hősök tere következik. Ja, és itt van a vészjelző, még ezt sem mutattam meg. Sajnos ellenfényben van, de megyünk keresztül a városon.
Hősök tere. Pluszterpartkoló is, hogy hát akkor maximálisan ki van használva. És közben azért gyűlnek az utasok is. Strandfürdő következik. Ott a kijelző is. Utána, amikor üzemmódot váltunk, villanyból dízelbe. Ahogy eddig néztem a menet videókat, ez egy pillanatű idállat, és alig észrevehetően röppen a dízelmotor, de mindjárt fölveszik. Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás következik. Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás. Fent a dízel.
Kis-Kiskun-Kis-K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 un-
Vértanúk tere.
út következik. Tisztelt utasaink! A járványhelyzet miatt a vonatokon, valamint a vasút teljes területén kötelező a szájat és az orrat maszkkal elfedni. Ennek elmaradása esetén a szabálytalan utazót a vonat személyzete büntetés kiszabása mellett leszállítja a vonaton. Köszönjük figyelmüket!
Mezővásárhely, Népkert állomás, a másik áram nem váltópont. Most így majd egy teljes kört mentem a Vasvillával, mert a tapasztalatok azok összességében jók. Tehát az ülés az ilyen rövid távra kényelmes, ezt pont azt tudja, amire tervezték, hogy az alatt a kb. Fél óra alatt, amíg utazik rajta az ember, addig le tudjon ülni kényelmesen. És hát tömve volt még most is. Most, tehát az is látszik, hogy kihasznált. Biciklivel is utaztak rajta, és két bicikli is volt Vásárhelyig, ameddig mentem vele. Rendesen elférti, hogy a biztonsági övvel le lehet rögzíteni, ezzel nem is volt probléma. És akkor majd megvárom a következőt, ott látszik, hogy 13.42-kor jön, és akkor itt is majd megmutatom az áramnemváltást. Lemegy a csáp, röppen a dízelmotor, és megy is tovább. Egyébként tényleg nagyon gyorsan megvan. Ugye ezt, ahogy Rókuson is láttuk. És akkor néhány szót a negatívumokról is, mert azért javítani mindig van mit, tehát egyrészt ugye a menetidő azért most az így közel 50 perc még, de nyilván ez lesz rövidebb is, hogyha próbaüzem végén mehet 100-al, ugye a járatsűrűség is javulni fog, ugye 20 perces követés lesz, és az már megfelelő. Játszik. Hát most valószínűleg az is belejátszik abból, hogy ennyire tele van, meg túl zsúfolt, hogy ingyen lehet utazni rajta. És Szeged belterületén is, ugye az egyes villamos vonalán is legtöbben ezzel mennek, mert ugye ingyen ezt megtehetik. Hát most a WC hiánya az most tényleg az ilyen. És az nem biztos, hogy az feltétlen negatív, mert azért ezt a rövid időt ki lehet bírni WC nélkül, és hát az ülőhely rovására lehetett volna valószínűleg megoldani. Tehát végülis valószínűleg az egy racionális döntés volt, hogy akkor inkább legyen mondjuk benne 8-al több ülőhely, mint hogy betegyünk egy WC-t. Szóval ezt egyértelműen negatívnak nem mondanám. Azt tudja, hogy ezt utólag, hogyha mégis igény van, be lehet-e szedelni, hát azt meg nem tudom, mert egyiket azt is el tudom képzelni, hogy gondoltak erre, tehát hogyha későbbiekben tényleg az jön neki, hogy sokan igénylik, akkor némi ülőhely beáldozásával ezt is meg lehetne oldani, már nem hiszem, hogy így a nagy dolog lenne. Tehát, hogy összefoglalva ez egy nagyon hasznos fejlesztés volt, igény is van rá, ezt az utasszámokból is lehet látni, de ezzel nincs megoldva minden, tehát azt mondom, hogy oké, ez egy jó projekt volt, és egyrészt más városokban is lehet hasonlókat csinálni, másrészt meg itt is még van hova fejlődni. Tehát például Szabadka fele a bővítés, amire már a tervek is megvannak, Makó fele is lehet ezt még bővíteni. De hogyha nagy állomáson be lenne kötve a túrt és a 135-ben, akkor még ki lehetne terjeszteni Orosháza, Békés Csaba fele is. Hát vannak még ebben lehetőségek, és hát reméljük, hogy nem fog ez itt megállni, mert ezt jól kell találva, és hát azért valljuk be, valószínűleg a politikai hátszél is kellett hozzá, hogy itt meg tudjon épülni, vagy egyáltalán egy ilyen üzem meg tudjon épülni. Tehát, hogy azért itt összeállt a szerencsés dolog, hogy azért olyan volt a városvezetés, meg az itteni politikai lobby is, hogy ezt keresztül tudták vinni, mert ugye még úgy is, hogy jelentősen megdrágult, ugye főleg ugye az euróforint árfolyam meg elég sok minden ugye drágult így a koronavírus idején, és ez olyan költséget is megdobta, és ennek ellenére is sikerült keresztül venni, hogy folytatódjon, épüljön meg, és induljon el az üzem, és mint kiderült, egy jó dolog volt, mert tényleg nagyon hasznos. Használják, és az utasok is megszerették, ugye sokan egyébként még most is, pedig már majdnem egy hónapja működik. Vagyis hát jó, hát mondjam, jó, nem egy hónapja, de már körülbelül 3 hete megy. És még most is. Sokan így jöttek, pedig így hallottam, hogy arról beszélgetni neked, hogy próbáljuk ki, meg szálljunk fel, meg hú, de jó, menjünk még vele. És hát ezért nyilván idővel ez majd, hogyha már megszokottá válik, akkor az ilyesfajta utasszámú csökkenni fognak, de hát egyébként meg egy jobb szolgáltatást tud nyújtani a buszoknál is, mert az egyértelmű, így is, hogy 80-nal megy, azzal azért a busznak a sebességét hozza, és ráadásul nem a Manstélre megy, hanem teljes Szegedet feltárja, tehát van ebben még fejlődési lehetőség, és ennyi nyilván gyorsabb is lesz ez még, meg Vásárhelyen a beltetbetén vannak még lassú jelek, amiket még idővel felszámolnak, és akkor még inkább itt is lehet egy néhány percet nyerni. Hát akkor az a videó ennyi, akkor még egy üzemmódváltást megnézek, és akkor szerintem ez a videó az ennyi lesz.